jó ez is, hogy körbe van, tehát nem kell. De te aztán... Én tartom, hát ha a diván nem tart, akkor valakinek tartani kell. Jaj! Jó, tehát a mai folytatás kérdés. Üdvözlök mindenkit, jó estét kívánok, Kis László vagyok. Egy nagyon hosszú nevű Akadémiai Csillagászati Kutatóintézet egyik munkatársa, aki most a mai este során, hát tulajdonképpen arra vállalkoztam, hogy ezeket a fantasztikusan szép képeket egy picikét csillagász szemmel, picikét úgy valamilyen más szemmel is, hát bemutassam az érdeklődőknek. Az inspiráció onnan jött, hogy kint tolongott a tömeg, itt egy hölgy nagyon türelmesen üldögelt, és az összes szék meg üresen állt. És akkor hát senki nem jön be a képeknek, akkor hívjuk be az embereket. De ha már beírjuk őket, akkor meséljük el körülbelül, hogy végül is miről szól ez az egész. Valaki egyszer nagyon a profán kijelentésnek nyilvánította azt az állításomat, hogy a csillagászatot azért szeretik az emberek, mert szép. Ezek a képek tulajdonképpen arról szólnak, hogy a csillagászat, a csillagos ég az tényleg szép. Nem kell érteni egyáltalán ahhoz, hogy az ember az esztétikai értékét fölfogja mondjuk egy olyan csillagközi por és gázfelőnek, ahol lehet látni gyakorlatilag, hogy keletkeznek a csillagok, szóródik a fény, világítása gerjesztődnek, mindenféle hidrogén felhők és így tovább. Nem kell ezt érteni, kit érdekel, de szép. Én remélem azt, hogy ténylegesen önök ti is ezzel egyet tudtok érteni. A másik dolog, ami miatt ezt a 15 percesre tervezett tárlatvezetést hát felvetettem, és már 3 perc el is telt, tehát nem leszek nagyon hosszú, az arról szól, hogy egy picikét megmutatni azt a szürkebb kozmikus hazánkat, a tejútrendszer, két-két kivételével, ugyanis ezek mind a mi tejútrendszerünkbe tartozó dolgok, hogy ténylegesen megmutatni a csillagos égre nem csak csillagok vannak, a csillagközi tér az nem üres, ugye a csillagászat ezt csak 1933-ban fedezte fel egy Robert Hübler nevű űrge által, hanem tele van mindenféle érdekes dolgokkal. Most az, ami egy nagyon fontos állítás, ezek a színek, egy nagyon szép színek, ugye hát piros, kék, zöld, ez a magyar föld, de nem, ez nem jó szín, de mindegy, a piros, kék, zöld színek van itt minden, ezek többé-kevésbé meglepően valósághűek. Tehát ami vörös, az a valóságban is a vörös színben világít, ami kék, az többé-kevésbé a valóságban is kék színben hát világít. És most tulajdonképpen a következő 5-ös percben egy picikét rámutatnék arra, hogy ott, ahol valami piros, meg ott, ahol valami kék, az pontosan miért is. Na most egy